Jó estét kívánok, kedves nézőink! A pénteki mozaik mai vendége Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ vezetője. Köszöntöm stúdiónkban. Jó estét kívánok! A beszélgetés alapját az adja, hogy létrejött egy 58 egységből álló országos rendszer, amely a magyar alapfokú oktatásnak a vezényletét viszi, remélve, hogy az eddigi működésben tapasztalható kisebb hibák kijavításra kerülnek. De mielőtt erre rátérnénk, azért beszéljünk néhány mondatot arról, hogy ön mögött egy több mint 3 évtizedes pedagógiai pályafutás áll, középiskolai tanár, intézményvezető, a megyei önkormányzatnál is rálátott az intézményrendszerre, és most pedig egy ilyen hivatali titulust is kapott. Hogy kezdődött a pályafutás, amíg ideért a Sárvári Tankerület élére? Jó estét kívánok még egyszer. Nem volt benne sok kacskaringó, Varga betű pedig egyáltalán nem, mert valóban, ahogy ön mondta, 32 éve vagy közvetlenül az oktatásban, vagy annak közelében dolgozom. Egy ehhez hasonló kérdésre fogalmaztam meg azt, hogy a legjobb döntésem az volt, amikor 1985. augusztus 15-én elkezdtem tanítani a Celdömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban. Alapszakomat tekintve magyar-orosz szakos tanár vagyok, a József Attila Tudományegyetemen végeztem. Aztán ehhez az idők folyamán hozzákerült egy angol szak, aztán hozzákerült még közoktatásvezető szak, aztán, hogy ne lógjak ki itt a vasiak sorából, 2015-ben hozzákerült egy tankerületi vezetői igazgatási szak, itt a mi szeretett alma máterünkben a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. A 7 év gimnáziumi idő az jó volt arra, hogyha úgy tetszik, az ember tanárként megtalálja önmagát, megtalálja a saját hangját, viszont 7 év után én kaptam egy megtisztelő felkérést, és a nagymúltú 5-ös Lorend általános iskola igazgatója lettem Celdömölkön. Ezt a nagyon szép munkát 15 évig sikerült végeznem. Az iskola testnevelés tagozatos volt, és miután a világbajnokság napjait éljük a felvétel készültekor, akkor örömmel mondom el, hogy a kiváló kézilabdás irányító Császár Gábor Csaszi a mi iskolánkban fogott először kézilabdát a kezébe, és meg sem állt a diákolimpiai aranyéremig, de mondhatom még abból a körből Grebenár Gábort, aki szintén élvonalbeli, egykori válogatott kézilabdázó. Szóval röviden egy ilyen atmoszférájú műhelybe kerültem, ahol ilyen gyerekek bontogatták a szárnyaikat. 15 évi igazgatói munka után, amikor Celdömölk városa összevonta mindhárom általános iskoláját, akkor rám, mint igazgatóra nem számítottak, és akkor éreztem úgy, hogy talán másik területen kellene kipróbálni magamat, és nagyon hálás vagyok innen, meg azóta is a Kovács Ferenc egykori országgyűlési képviselő úrnak, megyei közgyűlési elnök úrnak, mert az ő hivatali ideje alatt tudtam váltani, és 2018. január 1-től a Vas megyei önkormányzati hivatal oktatási szakképzési referense lettem. Ez a munka pedig azért volt nagyon szép, mert nem kizárólag az oktatásra korlátozódott, hanem lehetett foglalkozni na többek között médiához kötődő kérdésekre, mert kérdésekkel meg készítettem sajtótájékoztatókra anyagot, de ugyanúgy például volt közművelődési profil, illetve azt hiszem ebben a körben itt Sárváron nagyon jól cseng egykori kedves kollégám Kutszegi Pista neve, akivel, vagy aki mellett, ha úgy tetszik, a muravidéki magyarokhoz kötődő kapcsolatba dolgoztam bele magamat. Úgyhogy ez egy sokrétű, nagyon érdekes munka volt, rengeteg élménnyel, de a legtöbbet úgy vélem abban adta, hogy a pedagógus szemlélet mellé sikerült egy olyan szemléletmódot kialakítanom, mert azért ne feledjük, itt fenntartói voltunk nagy hírű, nagy múltú intézményeknek, mint a dr. Nagy László, de említhetem a Rumi Gyógypedagógiai Intézmény, de a jó hírű Csepregi
Nádasdy Tamás szakközépiskolát, és még sorolhatnám. Tehát egyfajta szemléletet adott ez nekem a meglévő pedagógus szemléletem mellé. Aztán, mikor az állam konszolidálta a megyei önkormányzatokat, akkor 2012. január 1-től létrejött a megyei intézmény fenntartó központ, ahova valójában adminisztratív úton kerültem, mert az átkerült intézményekkel együtt hát mentem én magam, és már 2012 nyarán lehetett azt érezni, hogy a rendelet megjelente után meg konkrétan tudni, hogy itt az intézmények fenntartásában komoly állami szerepvállalás várható, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem azzal a megszerzett tapasztalattal, amivel már rendelkeztem, akkor ugye már 27 évnyi tapasztalatról beszéltünk, nekem haza kellene mennem a szülőföldemre, haza kellene mennem Kemenesaljára, mert Celldömölkön élek, és onnan mindmáig nem költöztem el, tehát akkor, mikor Szombathelyen dolgoztam, akkor sem. Tehát ha úgy tetszik, az újabb vezetői megbízatásom az egyidős a tankerületi rendszerrel, mert 2012. november 9 óta láttam el a Celldömölki tankerületnek az igazgatói munkáját. Aztán megint jött egy változás, ahogy szerkesztő úr utalt rá, bizony voltak döccenők a klik működésében. Álszent dolog lenne azt mondani, hogy minden rendben volt. Ezt ismerték fel 2016-ban, hogy változtatni kell, akkor megtörtént a megfelelő forrás injektálása a rendszerbe, és a 198 tankerület helyett létrejött az 58 tankerületi központ. Jelesül a miénk az Sárvár, Celldömölk és Kőszeg tankerületekből jött létre. És ekkor szintén természetesen pályázatot kellett benyújtani, egy interjún kellett részt venni, el kellett mondani elképzeléseket, Palkovics államtitkár úr, illetve akkori elnök asszonyunk Pölöskei Gáborné hallgatott meg. És valójában 2016. júli 19-én, ha úgy tetszik, egyfajta felkérést kaptam Balogh Zoltán miniszter úrtól erre a munkára, és 2016. november 30-al pedig egy megtisztelő kinevezést a Sárvári Tankerületi Központ élére. Mikor bejut a vezetői székbe, az eltelt évek tapasztalatával milyen vezetői, tanári hitvallást hozott magával? Mi alakult ki, ami mentén ezt a három összevont tankerületet irányítja, vezeti? Mi az eszenciája az eddig összegyűlt tapasztalatoknak? Miután a kérdés így hangzott el, hogy tanári és vezetői, akkor hadd utaljak vissza arra még a pályán kezdetére, amikor a jó szerencsém, illetve hát még akkor a jó szerencse képében a Berzsenyi Dániel Gimnázium megtisztelt engem azzal, hogy osztályfőnök lehettem. Nagyon tehetséges gyerekeket kaptam. Amikor bementem hozzájuk a legelső órára a tanévnyitó után, ugye az osztályfőnöki óra minden intézményben, felültem az első pad tetejére, mondván, hogy közelebb legyek hozzájuk, mert rendes gyerek az első órán azonnal nem ül az első padba, tehát őket majd oda kell ültetni. Leültem az első pad tetejére, és a következőt mondtam nekik, hogy nagyon örülök nektek. És egyből hadd idézzem kedvenc költőmet, Pilinszky Jánost, aki azt mondta, nem az a fontos, hogy a madár hányat csap szárnyával, hanem az, hogy íveljen. És már túl vagyunk a gyerekeimmel, mert csak így hívom őket, a 20 éves érettségi találkozón, erre a mondatomra máig emlékeznek, és akkor hadd fűzzem ebből tovább, ha úgy tetszik, a vezetői arcpoétikát, ami több elemből tevődik össze. Az egyik az, hogy amit a gyerekeknek mondtam, azt mondtam, hogy nagyon örülök nektek. Én úgy vélem, a munka egyik legfőbb motiválója az, hogy örüljünk annak, hogy végezhetjük, örüljünk annak a konkrét munkának, amit megkaptunk, elnyertünk, megdolgoztunk érte, és így tovább. Ha ajándékba kaptuk érdemtelenül, akkor nem örülünk neki, ezt ebben biztosak lehetünk. A másik pedig, ide jöhet Pilinszky, hogy valóban, mert a Kolibri is nagyon komoly számcsapást produkál, és mennyit halad, és mennyit produkál a szirt is azt, tehát ugye ez, de a legfontosabb, ami már, ha úgy tetszik,
mondjuk ki nyíltan, talán koromnál fogva szűrődött le, de mindenfajta vezetői munkára és mindenfajta hivatali munkára, aki emberekkel kapcsolatban van, én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy mindig a feladat nagysága iránt érzett alázattal és a legjobb tudásunkkal kell szolgálni. Na, szóba került a madár hasonlat, akkor mi az a fészek, ahonnét ez az ívelés, ez a munka el fog indulni? Mutassuk be ezt a tankerületet. Vas megyében 2 van, egy a Megyeszékhelyen, egy itt Sárváron. Mekkora, milyen adottságai vannak? És akkor egy apró korrekciót, mert az emberek még mindig azt hiszik, hogy van a Megyeszékhely és van a többi. Na most ez már az új leosztásban nem áll, mert Vas megyében 2 egyenrangú tankerületi központ jött létre. Szombathely székhelyen az egyik, és Sárvár székhelyen a másik. A bemutatásról annyit, hogy már, mint említettem, Celldömölk, Sárvár és Kőszeg tankerületeket foglalja magában. Az egykori 3, én úgy vélem, hogy jeles történelmi múlttal, kiváló iskolákkal rendelkező 3 tankerületet kell most, ha úgy tetszik, innen Sárváról igazgatni. Kőszegen megtartottunk egy alközpontot, éppen amiatt, mert egyrésztről indokolja a távolság, másrésztről pedig azért ott van 2 nagymúltú intézmény, remélem a többiek nem fognak megsértődni, de maga a dr. Nagy László gyógypedagógiai intézmény is egy hatalmas, valójában 4 intézményegységet magába foglaló intézmény, plusz ott van a nagymúltú Jurisics gimnázium, Arany János programmal, kollégiummal, tehát ez mindenképpen indokolta, hogy Kőszegen tartsunk meg alközpontot. Az én olvasatomban azért a paraméterek, amivel nekünk dolgozni kell, az egyrészt adja a feladatot, másrésztről pedig adja a biztatást, mert ilyen volumenben dolgozni az egyrésztről erőt ad, motivációt ad, állandóan szinten tartja a felelősségérzetet, és most puskáznom kell, mert ezek a számok még nem mennek fejből, remélem, hogy elnézik nekem a tisztelt nézők. A Sárvári Tankerületi Központ illetékességi területén van 24 iskolánk, 10 tagintézményünk. Ha azt nézzük, hogy hol van iskolai épületünk, tehát magyarán feladatellátási hely, azok száma 50 felett van, és ami a legfontosabb, az én olvasatomban 6147 tanulóért, 617 tanárért és 178 oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottért, technikai munkatársért vagyunk felelősek, illetve nem is a felelősséget emelném ki, hanem dolgozunk azért, hogy az ő életük minél jobb legyen, minél zökkenőmentesebb legyen, hogy a nevelő-oktató munkához ők mindent megkapjanak. Legjobban akkor lehet jellemezni a tankerületünket, ha már itt 2 jeles intézményt felemlegettem, hogy annyira széles a paletta, hogy hadd beszéljek haza Celldömölkre. Van ilyen intézményünk, pont az említett 3 iskola összevonásából létrejött Celldömölki Városi Általános Iskola. Csak a székhelyi intézményben Celldömölkön közel 700 gyerek tanul, és van még 2 tagintézmény alsóságon Kenyeribe. Illetve ott van a Jánosházi Battyányi Iskola hosszú peresztegi tagintézménye, ott pedig az az izgalmas, hogy mindössze 14 gyermekünk van, viszont ott a 2010-ben megszüntetett iskola után 3 évvel ezelőtt indítottuk újra az intézményt, és ez nagy öröm volt nekem, hogy a munkám során nem eltűntek intézmények, hanem egyel gyarapodtunk, és ott szépen építkezünk fölfele, jövőre már ők is felérnek arra, hogy 4 év folyammal, de természetesen összevont osztályokban tanulnak a kicsik. Na, ezt öröm hallani, hogy azért az iskolarendszer azért fejlődik, izmosodik, de mégiscsak visszatérnék a felelősséghez, hiszen nem csak a fenntartás, hanem a működtetésnek a teljes felelőssége is már a központokhoz tartozik. Az elmúlt időszakokban zajlottak le ezek az önkormányzattól való is intézmény átvételek, átadások. Ezek mennyire zajlottak zökkenőmentesen, és az önkormányzatok mennyire érzik, tudják azt, hogy
hogy azért az iskola még ott van, tehát az együttműködési készség. Ez nagyon sok szülőben is akár gondolatokat gerjeszt, hiszen eddig oda lehetett menni helyben. Ha gondja volt bárkinek bármivel, hogy változik ez a rendszer is? Hitem szerint úgy élték meg a változást az intézmények, és miután január utolsó napjait morzsolgatjuk lassan, úgy érték meg a változást, hogy nem vettek belőle észre semmit. No most, ugye szoktuk mondani a médiában, hogy néha az is jó hír, ha nincs hír bizonyos területekről, és ennek hát éppen szomorú aktualitása van szint úgy ezekben napokban. Tehát én azt értem, vagy azt éltem meg először sikerként, hogy úgy vettük át Sárváron, Bükön és Celldömölkön az intézményeket, hogy a január 3-i újrakezdéssel egyáltalán semmit nem döccent a szekér, ha úgy tetszik. Előtte persze ezt egy nagyon komoly háttérmunka előzte meg. A központunk nagyon komoly segédleteket adott, mindig lehetett telefonálni. Ugyanakkor meg elmondhatom, hogy mind Celldömölkön, mind pedig Bükön, mind pedig Sárváron az önkormányzatoktól, a városvezetőktől a maximális segítséget megkaptam, hivatali dolgozóktól, és azért itt hadd mondjam el, hogy mindenkinek, aki ebben közreműködött, beleértve az én saját kollégáimat, tulajdonképpen mindenkinek nagyon nagy elismerés jár, mert azért ne feledjük el, hogy közben gazdálkodási évet zártunk, készültünk egy új szerepre, mert a tankerületi központ az jogilag január 1-jével kezdődött el működni, rengeteg háttérmunkát elvégeztek a kollégáim. És valójában én ugyanígy szeretném, nem csak a működtetés, de ugyanígy szeretném a fenntartás dolgában végezni tovább a munkámat, mert én mindig azt szoktam mondani, ez a ritka kivétel, hogy nem a tankerületi igazgatónak kell a médiában szerepelni, hanem szerepeljenek az intézmények, szerepeljenek az iskolák, mutassák meg magukat a tehetséges gyerekek, adjunk elismerést a nyilvánossággal a jól dolgozó kollégáimnak, vagy uram bocsán, még arra is sor kerülhet, hogy éppen olyan gyermeksorsokra, vagy egyáltalán olyasmire kell felhívni a figyelmet. A tankerület akkor teszi jól a dolgát, hogyha a háttérben van, minden biztosít, és háttérből örül a sikernek. Na most egy mondatot azért arról, hogy miként zajlottak a tárgyalások. Én nem mondanám el a két másik várost, de azért Sárvárt el kell mondjam. Szerintem sokak előtt nem titok, hogy Kondora István polgármester úrral több évtizedes jó ismeretség köt össze bennünket, de természetesen magától értetődő módon hozzá is mentem július 19 után egy tisztelgő látogatásra, mert ez így illik, az ember pont azokat nem szabad elhanyagolni, akikkel már régi ismeretség van. Amikor leültünk egymással szemben, rövid tőmondatokban jellemezte az intézményeket, és hát szóba került a működtetés, az asztal fölött rám nézett, és a következőt mondta. Ugye jó gazdája leszel? Igen, az leszek. És a többit rábíztuk a munkatársainkra. Még a Sárvárhoz azért azt el kell mondjam, hogy ebben viszont egyedülállóan példaértékű volt, amit az önkormányzattól kaptunk, hogy az utolsó pillanatig jó gazda módjára, tehát ahol még kellett, hogy na hopp, akkor ezt még megcsináljuk. Igen, akkor itt még ezek a vizsgálatok néhány dolgot feltártak, akkor ezt még mi fizetjük, mert ez a mi időszakunk, és így tovább. Tehát én úgy vélem, hogy korrekt, nyílt és őszinte a viszony, és erre törekszünk a továbbiakban is. Igen, az egyfajta szakmai álláspont, hogy ha már az alapfokú oktatás egy alapvetően egy állami feladat, hát most így állami kézbe került. De ez az állami kéz mit ad? Milyen keretek között gazdálkodhat a tankerület? Ugye tisztázunk megint, szóval alapfokú oktatás, én tudom, hogy szerkesztő úr arra gondol, hogy a köznevelés kategóriában csak ne feledkezzünk el arról, hogy nem csak az alapfokú, tehát nem csak az általános iskolák kerültek át hozzánk, hanem természetesen a
középiskolák, tehát ilyen értelemben művészeti van. Iskolai, ezekből van, van így van, és ezekből, de, ezekből van három, ugye a Celi gimnázium, ugyanúgy, mint a Büki általános iskola szakközép, illetve már emlegettem a Juri Sics gimnáziumot, meg Kőszegen a dr. Nagy Lászlónak is van egy szakközépiskolája. Gyakorlatilag, hogy visszakanyarodjak az eredeti vonulatra, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az iskolák működését nekünk teljes egészében le kell fednünk a rendelkezésre álló forrásokkal. Az iskolák újra önálló költségvetéssel fognak rendelkezni. A tanévnyitó értekezleten, amit tartottam az igazgató kollégáknak, elmondtam, hogy jogos, hogy visszakapják újra a gazdálkodási jogkörüket, de elmondtam, hogy azért ez a keretek fölötti felelősséggel is jár. Tehát jó gazda módjára korábban a klikes időszakban valóban előfordulhatott, hogy kérünk pénzt, még kérünk, aztán valamikor majd kifizetik. Innétől fogva egy intézménynek tudnia kell, hogy ennyi a kerete, ebbe kell beleférni. Mert egyébként adott egyfajta biztonság, de az igazgatók végre újra gazdálkodhatnak, saját bevételt kereshetnek, éppen mikor idejöttem, nem fogom megmondani, hogy melyik intézményünket, de már kereste egy külső vállalkozó, szeretne tanfolyamot indítani, szeretne ilyen képzést, olyan képzést. Én szeretném, hogyha eljutnánk arra a szintre, hogy ezek a vállalkozók engem már akkor hívnának fel, hogyha az igazgató kollégám úgy tetszik őket megtalálta, odavitte. Tehát újra elkezdhetnek más módon gondolkodni, és ehhez tőlünk persze minden segítséget meg fognak kapni, mert azért a pénzügyi folyamatok, a humán erőforrás gazdálkodással összefüggő folyamatok, azok itt fognak bonyolódni nálunk, mert azért ne feledjük, hogy egy 120 tanulót számláló jó kis falusi iskolánkban nem lehet mindent kitelepíteni. De akkor ők jönnek, meg miután az internetet már nagyon rég feltalálták az amerikaiak, innétől a információáramlás ugyanolyan gyors, mintha papíralapon keringenének, sőt gyorsabb, mint ha papíralapon keringenének a dokumentumok. Az egyik véglet az internet, a másik véglet, ha felidézem, ha jól emlékszem, az elmúlt években olyan gond is volt, hogy nem volt az iskolában kréta, nem azért nem volt, mert nem volt rá pénz, hanem hogy nem volt, aki kifizesse, nem volt, aki a számlát egyenlítse ki. Tehát ezek a gyerekbetegségek, ha már iskolánál is vagyunk. Igen. Ezek úgy megszűnőben vannak? Ez azért is tűnhet meg, mert egyébként ez, amit ön mond, ez arra volt visszavezethető, hogy más volt a működtető, más volt a fenntartó. Igen. Tehát el lehet kezdeni vitatkozni azon, most a kréta az egyértelműen az oktatással összefüggő, de el lehet kezdeni vitatkozni azon, hogy mondjuk ha egy működtető önkormányzatot hív fel valaki telefonon, nagyon sarkított példát mondok, az működtetéssel összefüggő folyamat. Akkor annak mondjuk oda kellene a költségét. De ha hozzám telefonál a tankerületbe és érdeklődik bármiről, az oktatással összefüggő. És itt el lehet kezdeni vitatkozni azon, hogy mondjuk a gazdasági irodában lévő számítógépet az önkormányzatnak kell megjavítatni, egyébként az informatika teremben lévő gépet pedig nekem kellene megjavítatni. És akkor itt ment a polémia a projektorizótól kezdve, amire azért megjegyzem 60 ezer forintot kóstál darabja, tehát azért az nem egy egyszerű történet. Én úgy vélem, hogy pont ezzel, tehát a kréta ügyeket, bocsánat, kimondom nyíltan, tehát azért a kréta ügyeket én felturbózott dolognak tartom. Mert ha valóban egy iskolában elfogyott a kréta, és az én éppen ott helyben lévő tankerületi igazgató kollégám nem mondta azt, hogy tessék bemenni a boltba, és tessék azonnal megvenni, akkor kimondom nyíltan, akkor az az igazgató kollégám hibázott. Nekem nagyon, nagyon a fülembe cseng, ha úgy tetszik, most megint ilyen visszatérő jelleggel, mint a búvópatak, úgy felbukkan az arcpolitika, meg vezetői attitűd, mindegy, minek nevezzük, amit a Hoffmann Rózsa államtitkár asszony és első elnökünk Marekné dr. Pintér Aranka mondott. Ugye 2012-ről beszélünk, 2013 eleje lassan már a hőskornak tekinthető. Mind államtitkár asszony, mind pedig elnök asszony a következőt mondta, hogy egy dolog számít, hogy az intézmények működjenek. Az intézmények ne lehetetlenüljenek el, ha kell, hozzatok döntéseket. És elnézést kérek, de az
én celldömölki munkám alatt nem fordult elő, hogy valahol ne lett volna kréta, ne lett volna projektorizó, nem fordult elő az, hogy bármelyik üzletbe, ahova az igazgatóim bementek, ott közölték volna velük, hogy a Klik fizetésképtelen elvesztette a hitelét, hogy kizárólag készpénzre engedünk vásárolni. Én elém nem állt oda buszos vállalkozó, pedig volt tartozásunk irányába. Nem állt oda, hogy holnaptól nem viszem iskolába a gyerekeket. Tehát nekem mindig az cseng a fülembe, hogy dönteni kell, mert az iskoláknak működni kell. A kréta csak a közérthetőséget jelzi jelen esetben, és a tábla sem fekete. Ha a jövőképet nézzük, beszélgetjük most a gazdálkodásról. Ez az egyik ága a tevékenységnek, azonban az önök beiktatásakor Balogh miniszter úgy fogalmazott, hogy vissza kell adni a rangját ezeknek a igazgatói, vezetői feladatoknak, hiszen túl alulértékeltek lettek emiatt. Etére milyen teendő van? Óhatatlanul kijutunk mindig a vezető személyéhez. Tehát én úgy gondolom, hogy aki eddig olyan vezető volt az intézményében, hogy összetudta fogni a közösséget, tudta kifele képviselni, mert ugye nagyon fontos, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki szülőkkel, településen belüli civil szervezetekkel, egyházakkal, önkormányzattal, mindegy, hogy mikor, tehát akkor is, hogyha már mondjuk vidéki, falusi iskoláról beszéljünk konkrétan, már 2013. január 1-től már nem működtette az intézményt az önkormányzat, nem ő volt a fenntartója egyéb. Tehát egyrészt úgy gondolom, hogy ez alapvetően személyfüggő. Másrésztről a mostani intézkedések ezek pont az igazgató kollégáimat erősítik, mert most, hogy megszűnt ez a kettősség, például az is komoly hibaforrás volt, hogy ahol nem működtetett a tankerület, ott a takarító személyzetnek, hivatalsegédeknek, karbantartónak az önkormányzat volt a munkáltatója. Most ezek a munkatársak átkerültek hozzánk, ellentmondást nem tűrően kértem az igazgató kollégáimtól, hogy tessék nekik megmondani, hogy innétől fogva a munkaidejük beosztását tekintve, azt, hogy mit dolgoznak, mikor dolgoznak, hogyan, stb., azt pedig ti határozzátok meg. Nincs ilyen, mert tudjuk, hogy volt emberek, gyarlók, mi magunk is azok vagyunk. Biztos volt olyan, hogy valaki ezt kihasználta arra, hogy zavarosba halászott, nekem az önkormányzat nem mondta, ellentmondott az iskolaigazgatónak, ami valljuk be tekintélyromboló dolog. Egy kézben van működtetés, fenntartás, innétől fogva az igazgatók, ha úgy tetszik, teljes jogú kapitányok az iskolájuk hajójánál, és ehhez hozzájön még az, ami szintúgy nagyon fontos, hogy például a tanárok felvételekor, maradjunk azért a legfontosabb elem, idézőjeles elemnél egy iskolában, a pedagógus kollégák, nem sok múlik rajtuk, az igazgató tesz javaslatot, a tankerület igazgató nevezi ki, tehát a kinevezés felmentési jogkörét azt én gyakorlom, így van, vagy hát a velem hasonló beosztásban lévő tankerületi központi igazgató kollégáim gyakorolják, de amennyiben nem jut egyességre az igazgató és a tankerület igazgató, akkor dönt a Klebelsberg központ, mert ugye az egykori kliket itt nehéz lesz majd átszokni az új terminusokra. Csak egy K hiányzik. Mert a budapesti központunk most már az egykori központunk Klebelsberg központ néven működik tovább, akkor ott születik meg róla a döntés. De azért ehhez hadd mondjam el, hogy az elmúlt időszakban már július óta, ugye nem csak Celldömölkő, hanem Kőszegsárvár illetékességi területén is kellett így álláshelyeket betöltenünk. Mindenhol nagyon-nagyon jól sikerült megegyezni az igazgató kollégáim, jól teszik a dolgukat, tudják nagyon jól, hogy ha választani kell, egy adott szakos állást meghirdetünk, akkor megnézzük azt, hogy mi a másik szakja, netán mi a harmadik szakja, megnézem, hogy hoppá, hát ez a kolléga 2 év múlva nyugdíjba megy, akkor azt veszem fel, mert 2 év múlva már tudja vinni az ő szakmáját. Magyarán ezt hívják felelős humán erőforrás gazdálkodásnak. Tehát mindenkivel nagyon könnyen egyességre jutottunk. Ugyan érintettük a pedagógusokat, mégis ők a napszámosai ennek a tevékenységnek.
De már nem napszámos bérért hadd szóljak. Így van, ez lett volna a kérdés lényege is, tehát elindult a pedagógus életpályamodell. Mennyire tud vonzó lenni ez a pálya? Mennyire lehet megkövetelni a jó tanítási eredményeket ezzel a most kialakult rendszerrel? Mennyire stabil? És ez most nem csak egy személyes, hanem úgy általában, mint szakember, hogy látja? Én úgy látom, és nagyon örültem annak, hogy a tavalyi év, tehát 2016 zárásaként tartottunk egy évértékelő értekezletet, ahova meghívtam természetesen ezúttal nem kizárólag az igazgatókat, hanem meghívtam a helyettes kollégákat, meghívtam a tagintézményvezetőket, mert mondanom se kell, hogy karácsonyi baráti összehajolással lett vége a rendezvénynek. És korábban engem már megkeresett Horváth Péter elnök úr, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki egyébként a nagyhírű Győri Répai Gimnázium igazgatója, és elnök úr tartott a kollégáknak, hát bizony egy jó 40 perces ismertetőt arról, hogy milyen érintők mentén halad a pedagógus kar munkája. Nem titkoltan buzdított bennünket Péter, mert Bas megye, igyekszem diplomatikusan fogalmazni, e tekintetben alulreprezentált. Magyarán nincs igazi képviseletünk a pedagógus karban. Én azt láttam, hogy az igazgató kollégák jól vették ezt az adást, tehát reméljük, hogy majd lesz, hogyha itt tavasszal választásokra, újabb delegálásra kerül sor. És ő maga is elmondta nekem, nagyon tetszett, hogy az ő köreikből jön az, amivel én is azonosulok, hogy egyrésztről már azért a kiválasztásnál nagyobb figyelmet kell tanúsítani. Én akkor lennék boldog, hogyha mindazok, akik tanárszakra mennek, azok azért mennének tanárszakra, mert tanítani akarnak. Most szerintem a mi időnkben is így volt, sokan végeztek tanárszakot, én is tudnék konkrét példát sorolni, szerintem ön is a saját életéből. Amikor valaki azért szerzett egy tanári diplomát, vagy egy tanítóit, hogy legyen neki egy felsőfokú végzettsége. És azt mondta elnök úr, hogy először itt a bemenetet kellene úgy megszűrni, és utána pedig valóban, hát elmondott egy adatot ezzel most egy picit a pedagógus életpálya modell után, vagy modell, hát nem is annyira ellene, de talán egy fogyatékossága ellen beszélek, hogy most ezzel, hogy ugye megemelkedett a minimálbér, nem kismértékben megemelkedett a szakmunkás minimálbér 162.000 forintra, éppen most hagytam abba az aláírását a rengeteg papírnak, mert a technikai munkatársaknak tényleg nagyon szép béremeléseket tudtunk így adni, közel 40.000 forintot, és azt mondta, hogy a pályakezdő kollégák bére viszont ettől nem emelkedett. Most már nem nagyon emelkedik el, elnök úr után mondom, 7-8% eltérést emlegetett. Tehát álszent dolog lenne azt mondani, hogy én most, mint kormánytisztviselő vagyok, akkor szolgai módon hangoztatom, hogy valóban a pályakezdő kollégáknak valóban lehetne többet adni, de természetesen ezt tudják, érzik, mert a pedagógus kar ugyanúgy szorgalmazza, de valójában, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, hogy miként lehet úgymond a minőséget és egyáltalán, na itt jön az igazgató kollégák felelőssége szintén, mert kizárólag azért a nevelő-oktató munka színvonaláért azért az igazgatók a felelősek. Tehát én most nem szeretném azt mondani, hogy honnan, de érkezett hozzám konkrét panasz, kerestek meg emberek, és azt mondtam, hogy én tiszteletben tartom az intézményi önállóságot, én hiszek az igazgatóimnak a rátermettségében, hiszek a szakmai önbecsülésében, hogy az iskolájának a legjobbat akarja, tessék bizalommal az igazgató kollégához fordulni. És nem azt mondtam, hogy ha ebből jogilag ügy lesz, akkor én vagyok a másodfok. Ugyan már itt nem a paragrafusok a lényeg, hanem az, hogy a problémákat minél közelebb ott helyben oldjuk meg, mert a megoldás kulcsa ott van. Én nem csorbítom egyik igazgató kollégám tekintélyét sem azzal, hogy már bocsánat, rejtő regényekbe szoktunk ilyet olvasni, hogy a csapos közbeszól. Ebben a történetben
én egyelőre a csapos vagyok. Majd ha odaér másodfokra, és valóban olyan szintre terelődik, odaér másodfokra, akkor majd tudom, mi a dolgom. De hiszek abban, hogy a minőség az az intézményben teremtődik meg. Sőt, én mindenféle minőségfogalomról azt mondom, hogy a minőségfogalom az ott van a gyerek tudásvágyában, ott csillog a szemében, és a jó kolléga ennek akar megfelelni, és legjobban akkor, amikor beteszi maga mögött az ajtót. Nem amikor bemutató órát tart, nem amikor netán minősítik, amikor beteszi, és ott marad mondjuk, bocsánat, hadd beszéljek haza eredeti szeretett szakom irányában, amikor ott marad gyerekekkel, és mondjuk Arany János toldiával, na akkor születik az igazi minőség. No, ez, amit most szólt, ez már egy ilyen nyugalmi időszakot feltételezne. Így a beszélgetés végén utolsó kérdésként, ha ezek mind működnek, motiváltság, anyagi biztonság az intézményeknél, mi az a terv, mi az a jövőkép, meddig lát el vezetőként? Mivel lenne ön elégedett, és mivel elégedettek a Klebersberg központban? Mik azok a tervek, amelyek úgy ezt a vezetői ciklust úgy kipipálhatják? A nyugalmon kívül, mert ez a feltétele az emelkedésnek, az ívnek. Igen. Hogy a Klebersberg központban mivel lennének elégedettek, erről meg kell kérdezni a Solti Péter január 16-ával kinevezett új elnök urunkat és Hajnal Gabriella elnök helyettes asszonyt. Hát ők most nincsenek itt. Én arról tudok beszélni, hogy én mivel lennék elégedett. Én alapvetően azzal lennék elégedett, hogyha valóban tudnánk prezentálni azt a nyugalmat, azt a kiszámítható feltételrendszert, ami kell ahhoz, amit említettem az imént, hogy a kolléga nyugodtan menjen be az osztályba, és legyen, ha úgy tetszik, bensőséges közelségben mondjuk Arany Jánossal, de most mondhatom éppen a molekuláris kémiát, most, hogy ne csak a magyart emlegessen. Tehát én akkor lennék elégedett, hogyha az intézmények nyugodtan, feszültségmentesen tehetnék a dolgukat. És akkor lennék leginkább elégedett, mert az ember mindig a jövőre gondol, a kérdés is erre irányul, hogyha minél több csillogó szemű tanárjelöltet tudnánk a pályára terelni. Minél többen jelentkeznének az iskolákba, és hadd mondjam, hogy azért jelentkeznek is, azért mozdulnak is. Én boldog lennék akkor, hogyha valóban a tankerület ezt a háttérszerepet úgy tudná ellátni, hogy valóban, ahogy mondtam a legelején, nem főszereplőként, mert nem én vagyok a főszereplő, nem a tankerület a főszereplő. A tankerület az köszöni a megtisztelő lehetőséget, hogy az intézményeket támogathatja, és reményei szerint mindent meg tud adni nekik. Nekem ez a küldetésem. Nem nekem kell a médiában szerepelni. Ez most nem a boldogan jöttem, és megtisztelő a meghívás, örülök, hogy elmondhattam ezeket a gondolatokat, de valójában tényleg arról vagyok meggyőződve, hogy a lényegi munka az iskolákban zajlik. A tanárdiák viszonyon dől el minden. Ez legyen nyugodt, boldog, háborítatlan feltételrendszerrel, és akkor én elégedett leszek. Hát ennél én sem tudok jobbat kívánni, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és bemutatta a tankerületi központot. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!